Az Intim Központ intim, felnőtt kérdésekkel foglalkozik. Őszintén és nyíltan beszélünk az emberi szexualitásról. Ez nem biztos, hogy megfelel mindenki ízlésének, ezért kérjük, saját belátásuk szerint nézzenek minket. A titkolt vágyak törnek rád. Hívd fel Andreát! Ha bánt a lelki problémát. Hívd Andreát! Ha úgy érzed, hogy nincs tovább. Hívd fel Andreát! Ha nem tudod, hogy mit remélj, mit ne csinálj, mit tegyél, vár egy jó barát! Hívd fel, hívd Andreát! Mielőtt ma nekikezdünk, egy kis reklám. Hold vágyok törnek rád, hívd fel Andreát. Ha bánt a lelki problémát, hívd Andreát. Ha úgy érzed, hogy nincs tovább, hívd fel Andreát. Ha nem tudod, hogy mit remél, mit ne csinálj, mit tegyél, várj egy jó barát. Hívd fel, hívd Andreát. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Itt a Hívd Andreát Intim Központ jelentkezik. Önök azt szokhatták meg tőlünk, talkshow házigazdáktól, hogy szeretjük az extrém, különleges témákat, mert ezek vonzák a legtöbb nézőt. A hétköznapokat gyakran elhanyagoljuk. A ma estét a mindennapok problémáinak szenteljük. Vendégünk itt a stúdióban dr. Kis Ernő pszichológus, aki évtizedek óta tanítja a szexuálpszichológiát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, és a Danubius Rádióban rendszeresen válaszol a hallgatók kérdéseire. Ma az önöké a lehetőség, hogy minden olyat, amit eddig nem mertek megkérdezni, ma este megkérdezzenek a szexről. Kérem, hívjanak bennünket, házaspárok és egyedülállók egyaránt. Mielőtt önök hívnak minket, velünk van Amanda Lear, az oly mély, erotikus hangú diszkó királynő, aki mind a mellett, hogy Salvador Dali legnagyobb szerelme volt, Európában az első sex talk show-nak a házigazdája. Megtudjuk tőle, hogy miért beszélnek manapság oly sokat a szexről az emberek. Say. There will come a day when news will pass away. What will they say about me? Amanda showjának címe, hogy óvakodj a szőkéktől. Igen, óvakodj a szőkéktől. A mondták azok rendben vannak, de a szőkék veszélyesek. Akkor én rendben vagyok. Azt nem tudom, de azt mondják, hogy a férfiak a szőkékért bolondulnak. Nem tudom miért. De érdekes, hogy az összes sikeres szőkenő valójában fekete. Te is fekete vagy eredetileg? Persze. Nyílnak a titkok. A sikeres szőkék, például Madonna valójában nem szőke. Marilyn Monroe sem szőke, Bridget Bardot sem. Az összes sikeres szőkenő eredetileg barna, akik aztán szőkék lettek. Szerintem pont ezért olyan szexik, mert megvan bennük a barnák szexepéje és a szőkék hajszíne. Az igazi szőkék, például a skandinávok, kicsi unalmasak. Mondd, te könnyen beszélsz a szexről? Nem, egyáltalán nem. Az igazat megvalva nekem nehéz a szexről beszélni. Őszintén mondom, például Párizsban a televízióban csak mostanában fedezték fel a szexet, mint témát. Kész csoda, hogy eddig is születtek gyerekek, mert senki nem tudott a szexről. Az én műsorom az első sex talk show a televízióban. És amikor beszélek a szexről, mindenki álljúdozik, hogy ó, szex, pedig a szex mindenütt ott van, ha kinyitsz egy újságot, vagy bárhol. Én úgy döntöttem, mint hogy a szex a társadalmi életmód része. Ezért beszélnünk kell róla. A televízióban igenis minden olyasmiről beszélni kell, ami része a társadalomnak. És a férfiakkal vagy a nőkkel könnyebb beszélni a szexről? Könnyebb a nőkkel, mert őszintébbnek. Ajjaj, nagyon sok férfi nézem minket. Az egyik dolog, amiért én nagyon szeretek showt csinálni, hogy olyan kérdéseket feltehetek, amiket az életben sosem mernék megkérdezni. Szóval például neked, a férfinek melyik része a legfontosabb?
Azt mondanám, hogy a szeme. A szeme, a szája és a keze. Imádom a kezeket. A férfiak rosszul gondolják, hogyha meg akarnak hódítani egy nőt, a legjobb, ha kigombolják az ingüket, és kivillantják a szőrös mellkasukat. Pedig annak semmi köze az egészhez. A legfontosabbak a szemek. Amikor beszélek a férfival, nézem a szemét, a száját, amivel majd megcsókol, és még a fenekét. Fenekét? Nagyon fontos. Ha egy férfi megy előtted, akkor látod a fenekét. Mint az almák. Nagyon fontos. Az összes nő, akit ismerek, megnézi hátulról a férfiakat. Nekem nem jutott eddig eszembe. Dehogy nem. És ha meg akarsz szerezni egy férfit magadnak, akkor mit csinálsz? Ha meg akarok kapni egy férfit. Igen, mit csinálnál? Hello, Amanda Lear vagyok. Szeretnél szerepelni a televízióban? És ha nem használod fel a showt, csak úgy privátként. Oké. Ha nem lennék Amanda Lear, akkor nagyon nőiesen viselkednék. Ez nagyon fontos. A legtöbb nő nem csak egyenrangú lett a férfiakkal, hanem felsőbbrendű. Erőteljes, hatalmuk, főnökök, jól keresnek. És ettől a férfiak félnek. Félnek a kicsit agresszív, maszkulin nőktől. Félnek tőled a férfiak? Most általánosságban beszéltem. Amerikában a legkatasztrofálisabb a helyzet. Szinte az összes nő olyan független és agresszív lett, hogy a férfiak rettegnek, homoszexuálisok lesznek, vagy már nem akarnak semmit. Ez nagy probléma. Ha el akarsz csábítani egy férfit, akkor nagyon nőiesen kell viselkedni, visszanyúlni a 20 évvel ezelőtti dolgokhoz. Harisnyatartó, csipke, fekete-fehér nemű sejem, és mondd neki, hogy ő a világ legcsodálatosabb férfia. Nőiesnek kell lenni, különben elmenekülnek. Egy olyan nőről, mint te, akinek sok mesztelen képe jelent meg, erotikus talkshow-t vezet, az emberek azt gondolnák, hogy könnyű ágyba vinni. Nem, ez egyáltalán nincs így. Nem. Én a 60-as évek gyermeke vagyok. Az a szabad szerelem virágkora volt, a szabad szexé. Mindenki mindenkit szeretett. Adok egy virágot, és már is szeretkeztek. Akkor más volt. Ma az AIDS miatt és a félelmek miatt az emberek sokat beszélnek a szexről, de nem csinálják. Sokat beszélünk a szexről, de nem csináljuk, ezt mondja ugye Amanda Lear. Így van ez, doktor úr, Magyarországon is? Vagy itt épp ellenkezőleg sokat csináljuk, de nem beszélünk róla? Milyen a helyzet? Folyamatosan, amíg hallgattam az Amanda Lear véleményét, az járt a fejembe, hogy az a nagy baj a szexel kapcsolatban, hogy nem lehet általánosítani. Szóval nagyon egyéni. Ha valami egyéni, individuális az emberek életében, az a szex. Pláne szexterápiában nem lehet az ilyen sémákkal sehova se jutni, hogy én megnézem a férfiak fenekét, és akkor az az igazi, ki a fenekét nézi, ki a szemét, ki a kezét, és férfiaknál viszont így van. Van, aki a hajra bukik, hogy így fogalmazzam, van, aki az ajkakra, keblekre, egyéni. Ki melyiket választja. És hogy vagyunk ezzel, hogy beszélünk róla? Tehát, hogy csináljuk itt Magyarországon, vagy beszélünk róla? Úgy érzem, itt nehezebb beszélni róla, mint a világ más tájain. Így van ez? Az, hogy a világ más tájain milyen róla beszélni, azt én nem tudom, de Magyarországon kinkeserves a szexről hiteles, őszinte információt kapni. Kínomba, amikor szexterápiás munkám során pácienseimet szükségszerűen kérdezek kényes kérdésekről, akkor azt szoktam mondani, hogy vigasztalásképpen, biztatásképpen, hogy hát ez egy nagyon intim téma, nagyon nehéz erről beszélni, bele lehet jönni. Ha helyet cserélnénk, és ő kérdezne arról, hogy én otthon hogyan csinálom a szexet, ugyanígy feszengenék, ugyanígy izzadnék, ugyanígy küszködnék. Nehéz erről beszélni. Tehát még azt mondja, hogy még a pszichológiai intim kettős helyzetben is nehéz erről így beszélni, van. Minket pedig néhány millióan most néznek, ugyebár, hogy itt milyen nehéz erről beszélni. De talán pont ezzel sikerül megteremtenünk egy olyan fórumot, ahol azokról a dolgokról, amik egyébként is talán